Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis House Flippert. Méghozzá folytatjuk az új házunknak, megvásárolt házunknak a berendezését, úgy értve, hogy bebútorozását fogjuk csinálni, mert ugye már kifestettünk mindent, padlóburkolatot is kaptak, két fürdőszobát megcsináltunk, úgyhogy most elsőként, ahogy ha jól emlékszem, az előző videóban említettem, hogy a konyhával fogjuk kezdeni. Utána az ebédlő, utána a nappali. És hogyha még lesz időnk, akkor az előtér, stb. És hát a hálószoba, az lesz az utolsó. És utána lesz kertrendezés. Igen, igen. Ha jól emlékszem, igen, igen. De hogyha nem fér bele, akkor kimarad egy szoba, és azzal együtt majd a kertrendezés is elkezdődik. De még nem tudunk semmit. Mindenképpen megpróbáljuk az összes helyiséget bebútorozni. Ha lehetséges. Na. Persze nem ilyen már a beosztása. Kicsit át van már alakítva. Na, lássunk neki. Ja, hát a külső festése is feledkeztem. Na, akkor itt lesz a konyha. Direkt fehérre festettem, mert bézs színű konyha bútorra gondoltam. Ez egy régebbi, egy ilyen klasszikus sarok. Mondjuk ez jó is lehet. De olyan... Nézzük meg, hogy milyen is. Ezt rakjuk. Ez így nem jó. De így se jó. Sehogy se jó. Hát akkor ezt elvetettük. Pedig milyen jó lett volna. Na. Mi van akkor, ha egy ilyet? Ez jó lesz. Fogantyúk, feketék. Azt a lap. Krém színű. Mosogató, az úgy jó. És az ajtó... Ja, hogy az... Akkor legyen... Ez... Vagy... Hát... Jó, legyen így. De hogy beférre, ez egy más kérdés. Ó, igen, igen. Rakjuk ide először.
Nem kell, ezért, hogy mondják. Nem kell elszívó, mert kinyitjuk az ablakot, és kimegy a büdi. Na, a másik, ugye... Aplem. Aplem. Sarok kellene. Ezt keresek. Ó, meg is van. Itt van. Fogantyú az fekete, igen. Krém színű. Csak hogy ez elfér-e? Ez itt a kérdés. Hát... Na mindegy, úgy csináljuk, hogy egy kicsit arrébb helyezzük. Aha, megvan. Hát itt van egy kis lyuk, de jó az úgy most, hát nem tudunk más csinálni. Hát nem tudunk mit csinálni, akkor így mondom. De itt lesz a hűtő. A hűtő. Hűtőszekrény beépített. Hát mondjuk jó az úgy. Szerintem ez így tökéletes. Egy óriási nagy. Hűtőszekrény nem lehet kinyitni? Mindegy. Hűtőszekrény, képzeljétek el oda, és kész. Gondolom ez a mély hűtő, itt pedig a hűtő része. Jó. És akkor... Majd mindjárt csináljuk a... fadiakat, csak most először ezeket csináljuk. Fiókos. Fogantyú az jó. Ez. Igen. Ez 40-es? Lehet. Majd mindjárt megnézzük. Ugye ez 60-as volt. Akkor az, ami kell nekünk. Szerintem 45-ös. Nézzük meg. Ez így jó. Inkább. Fogantyú. És... nézzük csak meg. Ó, igen, hogy eltaláltam. Hát ráhibáztam nagyon. Na, hát megvan tulajdonképpen a konyha rész. Most jönnek ugye a felső szekrények. Ide kettőt fogok rakni, és kell ilyen sarok. Csak hogy van-e? Ugye ez egy más kérdés. Fali.
Aha. Aha. Itt van, ez kell nekem. Ja, lehet, hogy... Azt a lap az, az nem jó, mert az pont, hogy innentől vannak. Na, hát ez kell nekem. Ez kell. Jó lesz ez így. Fogadjuk. Igen. És üveg. Jó lesz ez. Fehér ilyen homályosított. Jó, legyen homályosított. Ez így magasságban szerintem jó lesz. El tudom érni, ha nem, akkor fölmászok a létrára. Aha, igen. Aha. Legyen egy ilyen. Ez pont. Hát nem, ez ennél kisebb kell. Mert ez 40-es, ez egy 30-as kell. Egy 30-as. Ha van egyáltalán olyan. Kis vékonyka. Ez jó lesz ide. Aha. Jó, meg lesz. Ezért legyen üres hely is. Ez jó. Most már elég sok üveges, vagy hogy ilyen homályosított üveg van. Nézzük meg, hogy ez 2 méteres, ez túl hosszú lesz. Mert nézzétek csak, mindjárt megmutatok egy példát. Ugye látjátok, mi a gond itt ezzel. Hát akkor egy kevesebb, mint 2 méternyi helyünk van. Úgyhogy ezekből kell így összeállítanunk a dolgokat. Ez van. Minden esetre ez jó lesz. Szép a díszítése is. Igen. És ez, igen, és oda egy ilyen 30 centis, talán az... Nézzük meg, hogy van-e, hogy 30 centis. Ha egyáltalán befér oda, ugye ez a másik kérdés is. Ott, aha. Most ilyenek lesznek majd 30 centisek, ilyen üveges. Hát nem. Még 25. Van egyáltalán 25-ös? Na ez egy másik kérdés.
25. Hát, próba szerencse, nézzük meg. Ohoho. Igen. Megvan. Pont ki van számolva. Milliméter pontosságra. Na itt még kell egy, és még egy ilyen vékonyabb. És iszok egyet, egy pillanat. És utána tulajdonképpen megvan a konyhánk. Még ide valami szekrényeket fogunk tenni. Nem, pultokat. Aha. Majd azt megoldom. Mert itt csak konyhabútor lesz, semmi más. Eszközöket majd később. Mi szállt ott a kertben? Na mindegy. Oké. Lehet még egy ilyen. Jó, legyen. Ja, de meg kell nézni, hogy... Hát, nagyjából ugyanazon a távolságon van. Mindegy, hogyha nem annyira. Na most egy 30 centist oda tudunk benyomni. 30 centis. 45, 35, 30. Tökéletes. És ezt... Aha, ide. Jó. Oké. Jó. Kicsit így arrébb rakjuk. Aha, most jó lesz. Tökéletes. Nem kell faltól falig, mert úgyis itt is van egy ilyen rés, ahol tud szellőzni is, ugye? Na most. Ezt nézzük itt meg. Az a sarok, az jó lenne. Itt is van. Menő. Na nézzük. Hogy pont a legrosszabb helyre mentél oda, kutyus. Aha. Most ide egy ilyen 25 centis. Hát ha van. Ha van, persze. Hát nézzük csak meg. Tudududududu. Igen. Ez az. Pont. Pont jó. Ide pedig egy 40-es. 40. Próbáljuk meg 45 centist. Próbáljuk meg azt a 45-öt. Ha nem, akkor... Aha, itt van. Nézzétek csak. Hopp! Ó, szenzáció!
Nézzük meg 50-nel. Tudjátok, én mindig változtatok. 50-nel próbáljuk. Itt ezt. 50-es. Lássuk. Hopp, na. Hát, mégis az 50-es az jó volt. Na. Na, az olyan menő. És ide is ugye felső. Nézzük meg. Sarok, ugye? Ez jó lesz így. Vagy? Mindegy, nézzük meg ezt. Ez elég érdekes. Nézzük csak ezt meg. Nagyjából jó, ez jó, ez jó. És akkor egy 60-ast ide. Vagy egy 80-ast? Nem rossz lenne. Nézzük csak meg. Csak 60-as van. Mindegy, ez is jó. Így is jó, úgy is jó. És ide nem is kell. Ide meg egy. Egy 50-es. Szerintem az untig elég lesz. Tökéletes. Nem is kell ennél több. Ja. Hello, kutyós, hogy vagy? Szemetet majd oda teszem, vagy ide. Majd meglátjuk. Hát nem, ő leginkább a mosdó alá szokták tenni. Na nézzük csak meg. Annyi kiegészítő van. Óhóhó, de szépen néznek ki. Mindenféle ilyen karácsonyi műtyűr is van. Az igen. Hát vágódeszka az mindenképpen kell. Ez így jó. A vágódeszka az mindig úgy szokott lenni, hogyha hámozunk, akkor jó lesz ide. Jól látom alátét. Nagyon jól néznek ki az alátétek. Ezt hova tudnám? Alap.
fehér. Ez krémszínű. Mondjuk krémszínűek jók lennének, nem? Aha. Ez mondjuk így jó, nem? Vagy? Nem, ide nem férnek el. Ide férne el. Jó lesz ez. Egy kicsit így. És akkor ez itt jó lesz. Poharak minden mennyiségben. Ilyen vagy ilyen. Legyen ez. És fehér színű. És világos. És egy ilyen világos szín. Itt minden kapható. Igen, ezt így ide rakom. Minden ott legyen. Aha. Kenyértartó. Kenyértartó az. Itt lesz. Tökéletes. Gyümölcstál. Ide a sarokra. Tökéletes. Már lehet, hogy oda kellett volna menni. Ó. Itt még jobb. Oké. Sajtreszelő, meg mi egymás. Hát ott a gyümölcsöknél. Tudjátok mit? Ide rakom. Itt, hát tökéletes. Úgy beleolvad a környezetbe, hogy ihalja, csuhalja. Forraló. Ez jó lesz. Vízforraló. Ha mondjuk a vízforralót, azt lehetne ide rakni, nem?
ezt ide rakom. Legyen fából is. Ugye már? Ez nem is vágódeszka tartó volt, hanem naptár. Vagy valami ilyesmi. Na mindegy. Ez jó lesz ide. Ezt meg ide rakjuk. Mit nézel? Kutyuli? Kutyulino, kutyuli, kutyuló. Kés, az kell. Ez így ide. Az a baj, hogy a bebútorozás az a leghosszabb ideig tartó dolog, úgyhogy nem biztos, hogy... hogy ezeket így mind meg fogom tudni csinálni, mert már elég sokáig itt vagyunk már a konyhában, és még alig csináltunk valamit, ugyebár? Elektromos berendezések. Hát most tudjátok, hogy mi kellene. Hát fürdőszobához. És hogy konyhához. Ugye. Konyhához elektronikus berendezések. Na. Szóval... kávéfőző ilyen óriási. Oké, ez jöhet. Egy kicsit nagy. Ez ilyen ipari méret. Mindegy, kell a kényelem, ugye? Ujni, ez az, jó nagy legyen. Ne kiméljük. Tulajdonosokat. A mikró pedig itt lesz. Sőt, várj csak. Ezt ide rakom. És itt lesz a mikró. Mikró. Mikró, hol vagy? Na, itt van. Ez jó lesz itt. Na, szerintem nem is kell több. Díszítés nem kell. Úgyhogy most ide megyünk. Itt lesz. Maga, de ez miért így van, ezt ennek nem kéne itt lennie ennek. Na majd most. Mindjárt javítok ezen.
Már ki is van javítva. Iszok egyet, a fürdő, vagy a konyha megvan. Most jön az étkező. Ja. Egyébként a hálószoba az sokkal több ideig fog tartani, úgyhogy lehet, hogy nem azzal folytatjuk, amikor az étkező megvan. Igen. Most egy nagy asztal kellene. Kicsi étkező asztal, mekkora az a kicsi? Mindjárt megnézzük. Mekkora az a kicsi? Ez nem is olyan kicsi, ez nagy. Kutya benne van. Na, gyere egy kicsit ide. Gyere ide. Szépen totyog csak ide, ez az. Na, hát most maradjál, jó? Mert itt kell a hely. Itt nagyon kell a hely. Hát csak úgy tudjuk megcsinálni, ahogy az előbb is elgondoltam, hogy ide a falhoz lesz téve, és négyen fognak itt kajálni. Lesz hely. És lesz két szekrény itt. Talán annyi hely még van. Na nézzük. Mely széke? Ez jól néz ki, és elegáns is azért. Hát olyan falusias, de... Jesszusom. Hát ez jó. Jó legyen egy ilyen jó kis... ilyen mintás. Elég furcsa. Mindegy. Na? Na, meg is van, és itt két szekrény lesz, itt, meg itt. Ugye tálalókat próbálunk, egyáltalán lesz olyan. Mindegy, megnézzük. Jó, hát. Nézzük meg. Tálaló. Ez mekkora lehet szerintetek? Ez. Nagyon jól néz ki egyébként, dekoratív. Nem ez. Nem. Jó lesz ez így. Nézzük csak meg. Ez nem az. Aha. Pont. Ej, ott a kapcsoló. Ej, nem tudjuk kapcsolót máshova rakni. Ho, dehogy nem. Ja, hát akkor itt lesz a kapcsoló. Jó. Ez
ez eddig tökéletes. És ide egy kép, oda egy kép, és ide. Három óriási képet fogunk, és meg is van oldva minden. Van tálaló, meg minden egyéb. Tökéletes. Ja, és még egy növényt is oda rakunk majd. Várj csak. Két növény ide fér még. Hát egy kicsit lehet, hogy zsúfoltabb lesz, de keskeny növény lesz elhelyezve. Ja, dekorációk, festmények. Hű, vannak ilyenek. Inspirálós tábla. Ez nem kell most nekem. Fotókból azért van sok. Nézzük meg, hogy ez mekkora ide. Hű, azt a becsár mindenit. Na ez tuti. Nyerő, oké. Hogy de szép képek vannak itt. Jó, legyen ez. Ez is menő. Jó. És akkor ide egy óriási nagy. Hogy amikor belépnek, akkor tátott száj, ugye? Hó. Na, ehhez mit szóltok? Lehet, hogy egy kicsit nagy, de... Nézzük meg inkább az MS méretet. Na, ez már úgy jó. Ez kifejezetten tökéletes. És akkor két oldalra növények. Növény nagy, de mégis keskenyebb. Ez milyen lehet? Itt... Nem, ez jó így, de nézzük csak meg. És itt szoros lesz. Na, jó, ez így. És akkor ide középre egy kisebb növény. Kicsike, kicsike, picike, picike. Hogy ez lenne? Az. Jó, ez így. És akkor... Jó lesz. Most azon gondolkozok, hogy szőnyeg kell-e oda, de hogyha étkezünk, akkor nehéz lesz így az összesöprés. Ide még egy órát rakok. Egy jó kis ilyen órát. Jesszus! Ez ilyen nagy. Jesszus, oké. És hogyha ez... Na ez már így jobb, ez már elfogadható nagyságú. Jó, hogy azért evés közben azért tudják, hogy hány óra van, ugye már? Na, hát szóval így ez lenne. Majd díszítik itt is, meg ott is. Meg akár szőnyeget is rakhatnak, sem gond. Menjünk föl. Konyha étkező megvan.
ide egy szekrény kellene raknunk. Ugyebár. Mert ez jó lenne. Előszoba. Valamilyen szekrényt. Vagy... Bár nem tudom, hogy ez a magas panelás ez milyen lehet. Nézzük meg azért. Barnás kávé. Vagy húha. Ez durva színek. Barna. Barna. Akasztó meg fekete. Vagy arany. Arany az jó. Na nézzük. Hát igen, ettől féltem én is, hogy ez nem fog úgy odaférni. Ezért más kell kitalálnom. Hálószoba, garróbok. Még itt talán jó lehet. Mindjárt megnézzük. Ez milyen lehet? Hát nézzük meg. Fogantyúk. Fekete. Fehér. Ilyen homályosított. Ez jó lehet. Ó, igen. Tökéletes. Ide beraktam egy szekrényt. Vagy lehet, hogy így egy vonalban legyen ezzel. Szerintem az úgy megfelelő lehet. Mögötte nem kell, hogy legyen semmi, ott legalább szellőzik. Igen. Meg két oldalt is. Jó. És akkor bejövünk. Itt akár berakhatjuk a kabátokat, vagy ilyesmiket. Na, hát akkor szerintem menjünk föl. Na, itt lesz ugye a hálószoba. Ágyat megnézzük. Hú, van ilyen óriási sarokágy. Húj, hóha. Húha. Ez jól néz ki. Nyírfa, keret. Tökéletes szerintem. Krém színű. Jó, lehet. Matrac, az fehér. Ágynemű. Barna kávé. Ez meg olyan, mint a... Ez inkább nem bézs, hanem zöld. Szóval... Inkább maradjunk... krém színűnél. Így. Jó lesz ez így. Vagy... kávé. És kávé. Mondjuk ez jó lesz, legyen. És akkor éli szekrény mindkét oldalra. Hogy milyen? Mondjuk ilyen stílusú zebédlőnél. Ez jó is. Tulajdonképpen ezzel nem kell változtatni. De hogy odafér-e, az egy más kérdés. Nem fér oda.
Oké, legalább tudjuk, hogy más stílusút kell. Ez elfér-e? Vagy nem-e? Ez még jobb is, fogantyúzni. Hát ez se fér oda. Akkor... Ez se fog odaférni. De lehet, hogy kipróbálhatjuk. Ezek nagyok. Ez hosszúkás. Nézzük meg őt. Suppiduppidú. Pont jó. Ez az. Csak itt nem jó. Tudtam, hogy valami nem lesz jó. Pedig olyan szép volt már. Búj. Hát jó, hát akkor ezt a picurkát fogjuk. Ez jó lesz. Húha. Hát nem ezt akartam, de hát nem tudom. Tenni. Nem tudok mit tenni. Hát. Mindegy, ez van. Ezt kell szeretni. Oh. Jó, oké. Hát igen. Más nem nagyon tudtam csinálni. Ó, legyen valami menő, figyeljetek. Ez... menő. Jó lesz ez. Tökéletes. És egy óriási nagy kép. Óriási. Ez óriási nagy kép. Ja nem, van csak. Bútorok, előszoba. Papara, papara. Knipszín, ez tökéletes. És... egy pad, amin le tudunk ülni. Itt egy szekrény, ugye? Fésülködő asztalok. Ó, lehet, hogy ez így jó lehetne. Aha. Na ez mekkora? Ez jó nagy, és jó drága is. Húha. Inkább ez. Fekete gombok, nem rózsaszín. Fú. Hopp, ez pont ide passzol, nézzétek.
mint hogyha ide varázsoltuk volna. Kicsit arrébb kellene raknunk. Nekem az az érzésem. Jó, tökéletes. Félsünködő asztal. Jó. És hozzá tartozó. Puff. Pif, puff. Mondjuk ez jó. Talán nézzük meg. Fehér. Ó, tökéletes. Majd a képeket utólag megcsináljuk. Itt pedig lesz ilyen szekrény rész, de előtte ugye megcsinálom azt, hogy dekoráció, növények, nagy növény, és ez volt, és ide, hogy ne egyből szekrénnyel kezdjünk, szekrény sorral. Legyen pakolóhely, jó sok. Ez egy kicsit nagy. Ezért úgy gondoltam, hogy ilyenekkel fogjuk megcsinálni. Először is egy ilyen. Fehér. Hüvely, az jó. Fekete. Na, nézzük csak meg. Ez az. Még három. Úgy tervezem. Lehet egy ilyen... Ja. Üveg. Lesz egy ilyen nyílt is. Nyitott. Lesz egy ilyen. Fogantyú, igen. Lesz, amiben mindenféle ilyen dolgot belerakunk. És lesz még egy hosszúkás. Ugyanolyan, mint amit elsőként kezdtünk. Egy ilyen. Ja. Ja. Így van. Ez nem is kell több, akkor nem férnénk ide. Ez... Ide rakhatunk még egy növényt. Növény, nagy növény, és ugyanaz a stílusú. Ez. Tökéletes. És még mindig ide tudunk férni, hogy ne azt a fehér... Nézzük, igen. Radiátort rakjunk ide. Én a mondó vagyok. Az jó. Hogyha neten leülnének a... Az idő. Jaj, ezt nem ide. Képítések.
Ezért távol legyen a növénytől, nehogy valami rossz dolog történjen, hogy már. Tökéletes. És a nappalit azt mindenképpen a következő videóban fogom megcsinálni, és a kertet is elkezdjük, de még azért még a ház külső részét is le kell festenünk. Úgyhogy van még sok dolog itt, úgyhogy legalább két videó maximum, ha jól számolom. Számításaim szerint. Na de azt a díszest keresem. Hol van? Jó, akkor tudjátok mit? Legyen ez. Jó. Még azért. Még. Ennyi nem elég. Tudjátok, jó lesz ez így. Az a lényeg, hogy körülbelül egyenlő távolságú legyen itt és ettől. Jó, na most lesznek a képek, elég csak három képet. Várjatok, iszok meg. Kiszáradok. Na, dekoráció. Festmények. Festmények. Ez milyen itt? Ó, tökéletes. Még egy kicsit följebb. Ógyni. Nem, inkább lejjebb. Ógyni jó lesz ez így. Oké. Na nézzük. Ez milyen? Ez menő. Kicsit lejjebb lesz, mint ami az ágynál van. Jó, legyen itt. Hát nem annyira van lejjebb, de semmi gond. Jött a következő, ilyen szép, nagyon szép festmények lesznek. Ez csuda jól fognak kinézni. Hűha. Ez menő. Ja, hogy ezek ilyen... Ez mekkora? Ja, ez csak ilyen kicsi. Hát akkor két kicsi lesz itt. Egyik. És... másik. Ja, oké. Akkor... maradunk enni. Jéhajjaj. Jó, akkor így lesz. Így. Jó. Oké. Szerintem ez így megvan, és már csak egy órát rakunk oda, és kész is van. Szokásos. Ezt fogom.
Így. Jó. Na, hát szépen be van rendezve a hálószoba. Szerintem tökéletes, nem is kell lenni jobb. Hát, sőt, ide még egy kis képet azért rakok. Tudjátok. Festmények. Festmények. Na, lesz az a... Jó, akkor fotók. Fotóknál van. Ez kell nekem. Hát, ennél kisebb méretben, de ez... Ide illő kép. Jó. Na. Majd ide is. Na jó. Legyenek gardróbok. Gardrób szekrények, nem végig. Sarok, 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 sarok. Ez lesz az. Tökéletes. Jó. Ha elfér itt. Hű. Hogy már azt mondjátok, hogy pont odafér. Hát ez jó ki van centízve. Szó szerint. És akkor még egy... Keskeny elég szerintem. Vagy nézzük meg így a... Nézzük meg a nem keskenyt, és akkor legfeljebb majd cseréljük. Ó, tökéletes, és ide tudunk férni. Hogyha nem is itt, itt. Itt kell egy... növénynek lennie. Ugyanannak a növénynek. Ugyanolyat. Igen. Ugyanolyan nagy növény. Tudjátok mit? Ó, ez tuti nagy. Nézzük meg ezt. Ez még úgy elfogadható. Igen. Kisebb. Nem kell nagy. Kicsi. Ez bőven elegendő. Ide egy ilyen kis komód. Én gyorsan ezt megcsinálom, és utána ennyi lett így a videóban. Hálószobához van valami fiókos szekrény, jól tudom. Ez ide fér. Nézzük meg. Fogantyú, fekete. Nem ez. Inkább maradjunk így ennél. Tökéletes. Pont ide fér. Mindent kicentizünk. Ja, majd ide rakok valamit. Mindenesetre itt képek lesznek. De ezt még egy szőnyeget azért rakjunk ide. És utána most már tényleg így ennyi. Csak hogy van-e olyan szőnyeg, ami egyáltalán ideillő-e? Mondjuk ez nem lenne rossz, csak hogy egyáltalán idefér-e vagy odafér. Jesszusom, inkább ilyen, nem? Jó, ez nem, ez...
nézzük csak meg. Jesszusom, micsoda pötty. Ez? Na ez már jobb így. Oké, szerintem ez így tökéletes. Jó, hát zöld. Legyünk kint a természetben, ugye. Természet legyenek. Na jó, szerintem így ennyi. Majd itt díszeket, majd rakunk képeket, és ezzel fogjuk majd kezdeni. És utána szépen a nagy szobát berendezzük. Á, ügyes kis kutyuli voltál, köszi, hogy vártál itt rám. Na de akkor, gyere. Ez még itt kint vár festés. Nem lesz elegendő, de majd. Na minden esetre most itt ennek a videónak a vége. Megyünk vissza az irodába, kipihenjük magunkat, stb. Hát tulajdonképpen 4 helyiséget bútoroztunk be. Ami szerintem tökéletes. Nem is kell ennél több. Ja, igen. Na, úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!